videókat, hogy gyors startup videót, vagy beindítási videót csinálok az F18-ról, azért, hogy legyen mit, hogyan, hova rakni helyben és térben. Aldafra bázison vagyunk, Perzsa öböl, és lássunk is neki. Jobb oldali konzolon, battery switch, bekapcsoljuk on-ra, kap áramot a gép. Ilyenkor, mint ahogy Vegris csinálta, lehetne itt a tesztelni azt, hogy működnek-e a warning systemek. Engem most ez annyira nem fog érdekelni. Ezt itt azért kapcsoltam előre meg vissza, mert a HOTAS-nak különben nem fog érzékelni, amikor be akarom indítani a gépet. No, auxiliary power unit. Bekapcsoljuk a tartalék generátort. Meg szerintem le is engedem az ablakot. Itt ezzel lehet az ablakot, ha lefelé nyomom, akkor lejön. És vigyázni kell, hogy ez teljesen becsukódjon, különben kitépi el, mikor felszállsz. Jó, amikor elkezd pittyegni, és nagyjából a sípolást befejezte, illetve ez zölden világít, akkor alatt az alatta lévő engine crank jobb klikkel a jobb oldali motort röffentjük be, a bal klikkel pedig a bal oldali motort röffentjük be. Megvárjuk, nézzük közben itt, hogy ez olyan nagyjából 25%-on legyen, 25 RPM-en legyen, bocsánat, nem százalék, hanem RPM, és akkor a throttle-t off-ból idle-be rakhatjuk. Ennek van egy saját billentyű kombinációja, ha jól emlékszem, akkor jobb control home és jobb shift home, ez a két, a bal és a jobb engine. Tűti. Ilyenkor csinál magának egy-két apró tesztet. Jó, jobb oldali DDI, bal oldali DDI D-re. Ugye night van, ha éjjelre akarom használni, akkor night-ra. A HUD gyakorlatilag be van már kapcsolva, csak le van tekerve a brightness, tehát a élénksége. Illetve az AMPCD-t is beállítjuk Bright-ra. No. Ilyenkor jöhet az a rész, hogy a bleedert úgymond cyclálni kell, tehát hogy mindegyik kikapcsolva legyen. Ezért ezt a bleeder gombot körbeforgatjuk. Ha jól emlékszem, mindegy melyik irányba, a lényeg az, hogy forduljunk egyszer körbe. Instrument és konzol panel világítás alapvetően nem szükséges az indításhoz, én föl szoktam nyomni. Radar standby-ba, és mivel a Földön vagyunk, ez az INS-nek a gombja, ezek még ugyan benne vannak, meg tudod kapcsolgatni, de nem működnek. Nincsen lemodellezve, míg majd lesz. Az INS switchet pedig GND groundra állítjuk. Ez elkezd majd itt nekünk számolgatni a középső NPCD-n, vagy ha itt ezt kinyomjuk és azt mondjuk neki, hogy menü, még egyszer, és HSI, akkor itt is lehet látni majd, hogy ha ez a száma 89 elérte a 0,5-öt, akkor jók vagyunk, akkor stabil minden. No, menjünk tovább, most ugye ez visszaugrott a jobb oldalról, akkor menjünk a baloldali engine-hez, azt is röffentsük be. Közben lehet állítani nyugodtan a flapset félre. Illetve, amíg ez bemozog, beröffen magától, addig a formáció és a pozíció lámpákat nyugodtan lehet nyomkodni. A baloldali DDI-on kiválasztom a menü és az FCS, vagyis Flight Control Systems, vagy Surfaces nevezetű gombocskát. Itt is már megvan a 25 RPM legalább, ugyanúgy baloldali engine-t off-ball idle-be, elindul magától, és mind a kettő nagyjából 65 RPM magasságában megáll. No, FCS.
ha bár a bittest nem működik még jól, az FCS-t akkor is le kell rezetálni. Azt úgy lehet, hogy ezt a gombot meg kell nyomni, ezt a reset gombot, plusz ezt a gombot fel kell nyomni egyszerre. Amire én azt találtam ki, hogy bekötöttem az N billentyűre ezt, nyomva tartom a billentyűzeten, ezt meg egérrel megnyomom, és onnan tudod, hogy elkezdte, hogy elkezdi mozgatni a úgymond flight control surfaces, tehát ezek azok a kis mindenféle szírszarok, amit ő elkezd mozgatni, és így integet vele. Automatikusan itt látszik is, hogy éppen milyen szögben mozgatja őket, mennyire engedi le jobbra-balra, mennyire. Jó, és hogyha befejezte, akkor a left 12, a tail az 30, aileron 30 és rudderon 30, a stabilizátorok pedig 6. Így kéne, hogy maradjon. Jó, itt, ha megnyomod ezt a kis ezért, akkor elveszi a joystickot, és látod, mi van mögött, ami tök jó. A dispenser az, ami majd nekünk a flare chaff-et tudja dobálni. Én ezt felállítom, ez az ECM-nek a özéje. Alapvetően még nem működik normálisan, de be szoktam kapcsolni azért, hogy megszokjam, hogy akkor is majd bekapcsoljam, amikor már működik. ALR77. Így hívják az RVR dolgot. Itt ezt megnyomjuk, és akkor már is bekapcsolt. Itt látható az RVR, de ugyanúgy ki lehet rakni egyébként. Megnyomjuk a menü és az EV gombot megnyomjuk, akkor ki lehet rakni ide az RVR-t. Most valószínűleg nem fogunk látni semmit sem az RVR-en, mert ez egy sima instant action, amiben szerintem semmi nincs. Hát sőt, még annál is kevesebb van, mint a semmi. Jó. Nincs semmi benne, úgyhogy nem fogjuk látni. Ó, de jó, nem töltötte vissza a textúrákat. Na, töltsed vissza. Úgyni. Azt hiszem, hogy mégiscsak ki fogom kapcsolni az SMA-t. Mert fúra állítottam, és azt hiszem, hogy egy kicsit talán, minthogyha sok lenne neki. No, ott tartottunk ugye, hogy RVR. Tehát az RVR-t, hogyha bekapcsolom, akkor már látszik is. N, az az itteni helyi radarállomás, ami éppen sugároz. Jó, ez az a standby sebességmérőnk, ez az ADI-unk, vagy standby ADI, standby attitude indicator, úgyhogy ezt NKJ-jük, egy picit megmozgatjuk föl le ezeket, és nagyjából középre belőjük, illetve ezt a forgató gombot megnyomom, és, vagy megforgatom, és akkor utána nagyjából középre belövöm utána. Jó, itt van ez a nagy ejection seat handle, először észre se vettem, hogy itt van, de ez az. Armed. És akkor nyomunk neki, ez a radar altitude warning. Hát normális esetben, hogyha carrieren vagyunk, akkor 200 láb. Ja igen, ez 100 lábakban. Tehát ez szor push to test, tehát szor 100 feet. Ott írja ki. Tehát ez azt jelenti, hogy ez most nekem 200 lábon fog elkezdeni. Ugyanezt a hangot fogja kiadni, amikor 200 lábon, 200 láb alá megyek, akkor így fog ilyen pityogni, hogy hello, baj van, mert 200 láb alá mentél. Illetve nem baj van, csak ugye szól, mert beállítottam, hogy szóljon. No, jó, ez még nincs kész. Nem baj, most úgy se kell. Ups. Na, megnézzük, hogy működik-e. Jó. Még egy dolog van, amit meg kell csinálni. Ugye itt látni a 60 láb, de mi nem 60 lábon vagyunk, ezért itt az altitude indikátort le lehet tekerni, úgyhogy nullát mutasson teljesen. Hogy
ugye ez az AOA, vagyis az állásszögnek a mutatója. Hidraulikus nyomás, elem mennyiség, illetve mennyi töltés van az elemekben, nem az, mennyi mennyiség. Na, amúgy meg ez kész van, tehát átrakom. Igen, tehát itt lehet látni, hogy 0,5, oké. És amikor kiírja ezt, 0,5 és oké, akkor ezt nyugodtan át lehet rakni NAV-ba. Ezt még mindjárt megnézzük, hogy most már bekészült-e. Jó. Ezt is át lehet rakni OPR-be a standby-ból. És akkor van radarunk. Visszarakom a HUD-ot. Jó, majdnem kész vagyunk. Kivéve, hogy nem kértem engedélyt a DASRA-tól, hogy indíthassak. Egyébként minden oké. Még annyi van, hogy itt landing taxi light, ha be akarjuk kapcsolni ugye ezért a lightokat. Ez parking brake emergency, vagy parking brake handle. Én először emergency-nek néztem, és nem tudtam, hogy ezt kell kikapcsolni, de igen, ezt kell kapcsolni. Szimpla bal klikkel ki tudod kapcsolni. Ez a sima fék, és hogyha az egér görgőt húzod, akkor meg kihúzza, és akkor befékezi. De most visszatoljuk, mert már nem kell, illetve most nem kell. Jó, még egy, a take-off trimet. Ennek a tetején van egy, próbálom úgy megmutatni. Tetején van egy gombocska, amit megnyomjuk, és akkor a take-off trimet rezeteli nullára. Ha mondjuk például leszálltunk, és újra fel akarunk szállni, akkor ezt jó dolog megnyomni, mert akkor nem fog össze-vissza rángatni a gép olyan módon, amit mi beállítottunk neki. No, akkor ugye van két, ugyanez nem látszik, mert ugyanaz a neve, ARC 210-es rádiónk, de itt van az egyik rádió, itt van a másik rádió, illetve hát pontosabban szólva ez az egyiknek, a másiknak meg a volume és a tekerője. No, szeretnék bejelentkezni a rádióval a toronyhoz, amihez az egérgürgő segítségével ezt, vagy ezt, M betűre állítgatom, és beírom neki, hogy 250 450 aldafránaka. Jó, és hosszan nyomva tartom, és hogyha egyet villant, az azt jelenti, hogy bevette. Ha kettőt villan, akkor nem vette be. És vissza is fog állni azonnal. Na megnézzük, hogy válaszol-e. Válaszol is. Request taxi. Erre már nem válaszol, mi? De ha. Harmincegy left. Az... Ez most komoly, hogy ide kell kijönnöm. De jó arc vagy, hallod. Nem mindegy. Viszont azt tudom mondani, hogy... Ez a heading select gomb. Itt látható egy ilyen kis kocka. Amikor elkezdem nyomni, akkor az a kis kocka elkezd mozogni. Itt be is lehet írni egyébként, hogy 310 ugye amit mondott, és akkor beáll oda. Automatikusan, vagy foghatom és szépen piszkálgathatom manuálisan, ha akarom. Itt látszik egyébként a pontos heading select. Ha be van állítva takan, akkor mondjuk... Nézzük meg, hogy van egy takán, mit szóltok. Van 96x, nagyon jó. Akkor az azt jelenti, hogy 96x,
transmit receive, enter. Jó, meg is találta, és nem jó. Pont merőlegesre. Nem mindegy. Nem tudom miért. Azt mondja, hogy erre van a Takannak a beaconje, ami nagyjából ez lenne, a runway meg erre van. Nem értem. Mindegy. Azt mondom neki, hogy Takant mutasd. Nem, és ez jó. Hát ez jó vicc. Na most ugye a 31-es kifutó az a 310 irányba néz. Tehát ez a heading kéne, hogy jó legyen. A Takan ezt mutatja, a course meg ezt. Lehet, hogy azt mutatja, hogy hova kéne mennem ahhoz, hogy jó legyek. Ahhoz, hogy jól tudjam lerakni, de szerintem nem. Na, hát nagyjából ennyi a startup. Annyi még, hogy itt most a sima reptéren ugye nem kell nekem, de van egy úgynevezett nozzle steering vagy undesignate button, amit ha beraksz, akkor amíg azt folyamatosan nyomva tartod, a nozzle steering high üzemmódban lesz. Ez a carrierhez jó azért, mert akkor rohadtul fog fordulni, tehát nézzük, ilyen szinten el tudom forgatni, hogyha high van ma. Ha nincs high-ban, most elengedem a gombot, akkor csak ennyire farog. Pedig teljesen tökig nyomom ugyanúgy a rudder pedálokat. Megnyomom a gombocskát, paf! Kifordul nagyon durván, úgyhogy ez a nozzle steering undesignate, ez egy olyan gomb, amit kell, hogy közel tartsál a kezedhez, amikor landolsz, vagy mozogsz a carrierem. Jó, mi van még? Menjünk szépen sorba. Jettison buttonnak motor állapota nyit, vagy izé, na. Tehát RPM hőmérséklet, illetve a nozzle position, mennyire van nyitva. Mindjárt mondom neked, bingo. Tehát üzemanyag mennyiség, itt beállíthatom a bingót, föl vagy le, attól függően, hogy hogy szeretném. Mondjuk mit tudom én, egyébként eléggé, hát szóval szomjas, úgyhogy 5500 az, ami nagyon-nagyon minimum. Az 5500 volt, amit mondott a srác a videóban, hogy nagyjából annyi a maximum carrier landing weight. Egy óra, melyiket vegye fel a videorekorder, ez egyelőre nem érdekes nekünk. AMPCDS középen, RVR buttonok, az RVR-nek a beállításai, ugyanúgy lehet majd mindenféle dolgot csinálni vele, mint a többiekével. Dispenser, auxiliary, tehát ugye ez a countermeasure-nek a bekapcsolója, hogy dobáljon. No, ECM, ezt mondtam. Auxiliary release switch, ez hogyha minden szakad, de azt nem használjuk majd. Fülkenyomás mérő. Nem tudok beszélni, magyarul elfejtettem a dolgokat. Na, hátban normális, vagy tehát, hogy mindent ki mutasson, vagy reject 1 és reject 2, ugye ez attól függ, hogy melyikre választom, mennyi mindent mutasson a hád. Reject 2-nél egész jó, ha mondjuk dogfight van, és ezért akkor le lehet kapcsolni, és akkor nem zavar a többi dolog. Mondjuk én is szoktam benni. Jó, ugye ez a brightness állítója, világosság, éjszakai, nappali mód, mennyire legyen sötét, fekete a kijelző, hát ez még szerintem nem működik.
mindegy. Melyik módot mutassa a kijelző, ez majd akkor lesz érdekes, ha lesz napflare, vagy adflare, bocsánat. Magasságmérő barometrikus, vagy a radart nézze, mert legyen radar, attitude indikátor, INS, autó, vagy standby. Biztos, hogy be is szól, hogy a standby-ba rakom, hogy hello, nem kéne. Jó. Jobb oldali DDI, bal oldali DDI, ugye a gombok körülötte, infravörösnek a hűtőrendszere, vagy azért bekapcsolója, override-ja. HMD, ez a Head Mounted Display, ami még szintén nincs, az a HMCSX lesz majd. Spin Recovery Button. Nem találom a gombokat. Igen, Brightness. Balance. Nem érdekes. Master Arm. Levegő, föld. Fire Extinguisher, hogyha véletlen valami baj van, akkor ezt ezzel kell oltani a tüzet. Jó, menjünk szépen errefelé. Ugye ezzel lehet megtépni a pilótafülk tetejét, a kabint kilőni. Na, ez Warning Tone Silencer. Ez a jó, hogy ide rakták azt, amikor felszállsz, és... Hoppá! Azt, amikor felszállsz és pisla, vagy beszól azért, hogy még nincs fenn rendesen a landing gear, ezt ide rakták, hogyha esetleg úgy érzed, hogy nem elég gyorsan húzza föl, és nem is túlságosan zavar ez a gomb, akkor ezt megkeresheted a controls-ban, és nyomogathatod, amikor beszól, hogy lassan mész, és nincs ellen. Itt van a gear handle, tehát a kerekeket itt emeled föl és le. Ugye ez a launch bar retract, ez az, ami a kerekek előtt lehet látni azt a... Aha. Nem, hát nem tudom, mint a... Ja, mindig. Tehát a kerekek előtt, ahogy jön az a kis... gyakorlatilag a befogója a katapultnak a hajón. Ezt mindjárt, hogyha felhúzom, akkor meg is látszik. Az, amit most mozgatok. Na, az, ami kell majd ahhoz, hogy kilőjük magunkat a katapultból. Ugye flap állás, jettison, selective jettison button, anti-skid, csúszásgátló, ezt már mondtam, ugye ezért a landing taxi light, tehát ugye világítson a kerekünk. Nagyon fontos, ha mint most is innen szállunk föl, tehát földről szállunk föl, akkor ez a hook bypass az fieldre lesz rakva. Ha viszont innen szeretnék majd leszállni hordozóra, akkor ezt át kell érteni a carrierre, mert különben nem megy le annyira a hook. Tehát itt például most ugye lement, és nem is engedi. És pont ezért nem, mert akkor itt tönkre teszem a földön. Na, tovább. Földi power, tehát hogyha külön kérünk a Chief-től ground power-t, akkor ezekkel lehet játszani. Alapvetően mindegyiket autón kell hagyni, és az jó az úgy nekünk. Generator tire control nem fontos, nem fogjuk használni. Auxiliary Power Unit, különböző FCS meg ilyeneknek a oldalt, itt vannak a biztosítékai. Router pedál, vagy igen, pedál trim.
ez fontos, ez a fuel probe, tehát a tankolónak a kiengedője, itt lehet kiengedni és visszahúzni, ha lefelé akkor emergency extend. Külső tankokból mit csináljon? Override, használja biztosan azt, egyetlen ne használja, illetve normálisan használja. Itt meg a fuel dump, ezzel lehet eldobni a fölösleges bengánkat. Jó, ezt sem fogjuk használni, de ez azért a limiternek a bizonyos dolga. Mindegy, hangerőszabályozók, és amit még nem kapcsoltam be, és mindig elfelejtem, obox. Ez az oxigénnek a kapcsolója, hogyha ezt nem kapcsolod be, akkor fog jönni majd szépen a hipoxia egy idő után, amikor magasan mész, és sötétül el a kép. Jó. ILS Channel Selector, UFC-re van állítva, úgyhogy gyakorlatilag ezt nem is kell piszkálni, mert ha UFC-re van, ami alapvető szabály a Hornettel kapcsolatban, hogy bármi, hogyha UFC-re van állítva, az azt jelenti, hogy itt tudod piszkálgatni, nem kell lefordulni hátra, meg nem tudom nézelődni, meg nyomogatni a gombokat. Elég, ha mondjuk mit tudom én itt megnyomom, hogy ILS, on-off, nincs ILS. Jó, hát ezt most megszívtam. De a lényeg az, hogy mondjuk ha lenne ILS-em, akkor mit tudom én 12-es csatornám, vagy mit 110 egész... mit tudom én... 70. Vagy akármi. Akkor ott lennénk. Vagy ott lenne. És akkor be tudnám állítani. Hol van ILS channelünk? Hol van? Mutassatok nekem. Igen, itt van például 109,75. Azt mondja, hogy 109,75. Nem. Hol az egész gomb? Aha. Akkor lehet, hogy még nem működik. Aha. Nem mindegy. Jó. Tovább. Antenna select, nem érdekes, nem fogok használni. No function, de jó, még az sem működik. No, IFF rendszer. KY58, ez az IFF. Hát ugye szenzorok, INS navigáció, illetve radar, világítás, fűtés, anti-ice pitó, fűtés, nem tudom, generátorok, batteri, és akkor körbeértük, itt van a Master Warning, vagy a Master Caution Panel, itt írta eddig is ki, hogy megírja majd ki, hogyha valami baja van, akkor azt itt fogja velünk közölni. Wingfold ugyanúgy ki lehet tekerni egérgörgővel, és egérbutonnal, hogyha szeretnénk behajtani a... Hups, nyomkodom össze-vissza. Szeretnénk behajtani a... szárnyakat, akkor foldra kell rakni. Bocsánat. Na. Titi, püpi, püpi. Mondjad megint. Nem mondod, jó. Mindegy, extendre rakom vissza, akkor vissza megy extendre. És igen, repül felhajtott szárnyakkal is. Mert nem az a... Jó, nagyjából ennyi. Ha kérdés van vagy hülyeséget beszéltem, nyugodtan szóljatok.